A MAG előadás sorozat keretében Tövis Háti Ferenc volt a zsúfolásig megtelt pódiumterem vendége. Gyógyszer vagy gyógyszer? A sokat sejtető cím igen aktuális kérdéseket fogalmazott meg. Érvek, ellenérvek, kételyek, felismerések. Én inkább úgy gondolom, hogy beszéljünk az egészségről, ami egy egységet jelent. Az emberi szervezet, ahogy mondtam nektek, jelen pillanatban betegség szinten orvoshoz jár, és test, lélek, szellem szinten pedig otthon próbálja saját magát gyógyítani. Én úgy gondolom, hogy ez a második sokkal jobban megy, már aki hajlandó változtatni bizonyos dolgokon. És egy kicsit játszunk. Én igazából pont az elején beszélgettünk Vivával, hogy izgulok, nem izgulok. Ugyan nem számoltam végig, de most talán vagy a 499-ig, vagy az 500-ig ilyen hivatalos előadást tartok Magyarországon. És én úgy gondolom, hogy mindenki, aki a teremben van, egy kicsit dolgozzon. A mottónk, amivel mindig kezdeni szoktam, legdrágább kincs az egészség, ha van minden, ha nincs semmi, nincs. Ezt az emberek már 3-4 éves korukban elfelejtik. Bekerülünk egy olyan társadalomba, ahol minden rohan, mindenki rohan, mindenki mindennel foglalkozik, csak saját magával nem. Ezért én úgy gondolom, hogy kötelező változtatni. És akkor nézzük a tényeket, hogy hogyan és milyen formátumban kerülnek azok a mérgek a szervezetünkbe, amik által saját magunk meggátoljuk azt, hogy egészségesek lehessünk. Ugye 10% a vízből. Az emberek azt gondolják, hogy sokkal több. 20% a levegőből, és marad 70%. Ki tudja azt, honnan visszük be? Készült el. Mi már találkoztunk itt, hogy miről beszél. És 70% a táplálkozásból. Na most őszintén tegye fel a kezét, aki úgy gondolja, hogy ez a 70% ez rá nem vonatkozik. Most már nem. Most. Ez a szomorú. Elég régóta járok ide Újvárosra, és úgy gondolom, hogy van egy kőkemény magunk, mint a Fradi Drukkerek között, akik mindent megtesznek azért, hogy egészségesebbek lehessenek. És a többiek nem azért nem tesznek meg mindent, mert egészségesek legyenek, hogy nem jutnak el hozzá az információ, egyszerűen nem mélyednek egy kicsit magukba, és nem hiszik el, hogy csak ők tudják meggyógyítani saját magukat. Ezen nagyon gyorsan változtatni kell. Az, hogy semmi baj sincs, az egy dolog, de hogy jól van, az meg egy másik dolog. Igen, teljesen. De erre is jutunk el. Te jól vagy? Van még valaki jól? Jól szállom. Mindjárt 1%-ot elcsérjük. Azt gondolom, hogy a nyugati orvoslás nagy részben, és nem bántásként mondom, arra törekszik, hogy a tüneteket eltüntesse a szervezetből. A tünetek nem véletlenül vannak. Egy nagyon egyszerű példa, az emberek van egy magas vérnyomása, akkor azt gondolja, hogy milyen beteg. Én azt hiszem, hogy azért van magas vérnyomása, mert az erei beszűkültek, és a szervezete rákényszerül arra, hogy a beszűkült ereken is átpumpálja a vért, a vérben lévő hasznos anyagokat azért, hogy a beszűkült erek háta mögött a sejtek ne halljanak el. Erre ki gondoltak? És arra kigondolt már, amikor magas vérnyomása van, elszad az orvoshoz, bekapkodja a gyógyszereket, vagy netalántán csalántájával lecsökkenti a vérnyomását. Erre se senki? Nektek nem volt még magas vérnyomásotok. De úgy gondolom, a második azért elég sokan. És ami nagy-nagy felelősség nekünk szülőknek, hogy a gyerekeket az első 7 éves korban, vagy 7 éves korig rá tudjuk szokatni arra, hogy ők egészségesen táplálkozzanak, egészségesen éljék az egész életüket. Viszont az első 7 éves korig azt gondolom, hogy a szülők túl sokat ezzel nem foglalkoznak. Ugye biztos vagyok benne, hogy egy-két óvónő van a társaságunkban, akik igazolhatják azt, hogy a gyerekek óvodában csupán csak azt teszik, azt utánozzák, amit a szülőktől látnak. Na most a szülők leülnek vele, és normálisan beszélgetnek, elmondják nekik, hogy miért fontos az egészséges táplálkozás, miért fontos a megfelelő mozgás a természetben, akkor a gyerekek ezt fogják követni, ha a szülők nem csak beszélnek róla, hanem meg is teszik. És utána majd jön a betegség 7, 8, 9, 10, 11 éves korban, amik esetleg már olyan nagy betegségek, hogy nem biztos, hogy visszafordíthatók. Ilyenkor nem a társadalmat, nem az orvosokat kell bántani, hanem el kell gondolkozni azon, hogy én, mint szülő, mit tettem azért, hogy a gyerekem már
akkor egészséges maradhassak. És jön a betegség, amely egy olyan állapot, amelyben az életfolyamatok a normálistól tartósan és jelentősen eltérnek. Ezekért a betegségekért 52%-ban a genetika és 48%-ban az életmód a felelős.